Tegnap délután még csak pletykáltak róla, délután viszont valósággá vált a bejelentés. Az EBRD, illetve a magyar kormányzat 15-15%-os pakettet szerez az Erste Magyarországban. Mindezzel párhuzamosan pedig az Erste azt vállalta, hogy tovább bővíti a hitelezési tevékenységét. A dolog pikantériája, hogy mindezzel párhuzamosan az egész bankszektorra vonatkozó bankadó csökkenhet majd a következő években. 2016, illetve 2017-ben lesz egy markáns, nagyjából 60 milliárdos tehercsökkenés, a jelenlegi 144 milliárdos összeghez képest, ez pedig majd 2018, illetve 2019-ben még tovább adhat, vagyis egy nagyon pozitív üzenetet kapott most a bankszektor. Számításaink szerint nagyjából 350-400 forint körüli pluszt jelentett ez az OTP esetében, mármint az, hogy a bankadó a következő években csökken, de azért a befektetők véleménye megoszlik, van, aki jóval többet, van, aki csak kevesebbet apostrofál ebből a potenciális pluszból. Felhívnánk a figyelmet arra, hogy ez a váltás azért nagyon meglepte a befektetőket, mindennek nyomán viszont kialakult egy spekuláció a Magyar Telekom vonatkozásában is, hiszen ott még továbbra is nyögik a jelentős terhet a távközlési vállalatok, ezért könnyen lehet, hogy az előttünk álló években egy újabb megállapodás keretében ez a teher is csökken, így tehát a következő favorit a magyar piacon a Magyar Telekom lehet.